Érzékenység a jó dolgok iránt. Nem okultak a kenyerekből, mert a szívük még kemény volt. Márk evangéliuma 6. fejezet 52. vers. Amikor egy kemény szívű emberre gondolunk, akkor legtöbbször olyas valaki jelenik meg előttünk, aki rettenetes lázadásban van Istennel szemben. Bár igaz, hogy a lázadó embernek kemény a szíve, ebben az igében a tanítványokról olvassuk, hogy megkeményedett a szívük. Elképedtek és mérhetetlenül elcsodálkoztak azon, hogy Jézus a vízen járt, mivel elfelejtették, hogy éppen az imént etetett meg több mint 5000 embert. A megkeményedett szó jelentése megkérgesedett, merev, szellemben hideg, érzéketlen. A tanítványok nem voltak Isten gyűlölők, inkább annyira érzékenyekké váltak a természetes világra és annak korlátaira, hogy teljesen megdöbbentek azon, amikor Jézus átlépte ezeket a határokat. Tehát kemény volt a szívük. Ha visszaemlékeztek volna arra, amit Jézus tett, több mint 5000 ember megetetése, akkor nem csodálkoztak volna azon, hogy Jézus a vízen járt. Mind ezek mellett Jézus kényszerítette őket, hogy hajóba szálljanak, így ő volt a felelős értük. Közel volt hozzájuk, és Jézus maga is ugyanabban a viharban volt, mint ők, így aztán biztosan tudták, hogy tisztában van a helyzetükkel. Feltételezhették volna, hogy megmenti őket, míg ha a vízen kell is járnia, hogy ezt megtehesse. Hajlamos vagy arra, hogy félj vagy kételkedj Isten igéjének igazságaival kapcsolatban? Talán többet gondolkodsz olyan dolgokon, amelyek félelmet és kétséget okoznak benned. Ma megfordíthatod ezt, és a kételyek számára keményítheted meg a szíved azáltal, hogy csak Isten szaván gondolkodsz. Lehetséges és elérhető cél, hogy pontosan olyan érzékeny légy Istenre és a hitre, mint amilyen mértékben a sátárra és a kételyekre voltál. Gondolkodj Isten igéjén ma!